Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1873-at írunk. A dualista Magyarország fontos eseménye volt az 1873-ban megrendezett Bécsi világkiállítás. Ez az ötödik világkiállítás volt az 1851-ben Londonban elindult világkiállítás folyamban. Az 1868-ban megszülető új japán állam első hivatalos bemutatkozása volt a Bécsi világkiállítás, amely rendkívül fontos folyamatokat indított el, és éppen ezért Japán számára kiemelkedő jelentőségű lett. A következőkben a japánok 1873-as Bécsi világkiállítási részvételével ismerkedhetnek meg. A világkiállítások a világ átfogó színpadi bemutatására vállalkoztak programjuk az emberiség 19. századi összegzését vázolta fel. Ebben a közegben jelent meg Ázsia is, amely a 19. század első felében még az európai tudatban egy összefüggő tagolatlan területként élt, s lényegében az európai hatalmak gyarmatosító politikájának szabad terepeként tartották számon. A gazdasági és politikai befolyás kiterjesztésével párhuzamosan jelentkezett az igény az idegen területek alaposabb megismerésére. Kelet a gyarmatbirodalmak részeként az európa-centrikus tárlat egyik atrakciójaként jelent meg a világkiállításokon a 19. század közepén. A kiállítási térben rendszerint a nyugat ellenpólusaként elhelyezve láttatták. A Bécsi világkiállítás központi épületének egy 84 méter magas és 108 méter átmérőjű rotundának bal szárnyában a monarchiától nyugatra, míg jobb szárnyában a monarchiától keletre fekvő országok állítottak ki. Japán termékei a kiállítási főcsarnok keleti szárnyában egy az ázsiai országok bemutatójának szentelt négyzetes udvarban Kína és Szián bemutatója közelében kaptak helyet exportáruik különös, exotikumot sugalló idegenségét népszerűsítették. Európa saját magát, az európai embert érzelmi és lelki állapotát határozta meg a seregszemlék révén, és Ázsia jelenléte a központ, a magát a civilizáció csúcsának tekintő nyugat definiálását önazonosság tudatának felépítését szolgálta. A bécsi világkiállítás kedvelt szuvenérje volt ez a szétnyitható legyező amelyet a világkiállítás központi épületének képével díszítettek. Japán 1862-ben képviseltette magát először világkiállításon. A 614 kiállított tárgyat brit megbízásból Sir Rutherford Alcock, Anglia-Japánban működő nagykövete és Howard Wise kanagavai konzul válogatták. A japán műipar egészének felvonultatásával érzékeltették a világfelé nyitó Szigetország kézműiparának hatalmas lehetőségeit. 1867-ben a Párizsban megrendezett újabb seregszemlén Japán ismét kiállított, de nem az egész országból, hanem a főként kerámiáiról nevezetes egykori Satsuma tartomány, ma Kagoshima prefektúra nyugati része, és Saga prefektúra szerepelt áruival, főként Arita porcelánokkal. Különösen népszerűnek bizonyultak a kiállított fametszetek, és az a teabolt, amelyben a látogatók három pipázó és csevegő japán asszonyt is láthattak. Az ázsiai épített környezet ugyanakkor 1867-ig nem volt látható a világkiállításokon. Ez értékítéletet is sugalt. Olyan kultúra, amelynek építészete, mint az anyagi kultúra európai felfogás szerint legnemesebb megnyilatkozása nem említésre méltó, elkölcsi erejét, vallási érzékenységét és kultúra teremtő képességét tekintve sem lehet magas színvonalon álló. Kelet stíluskorszakokat felmutatni nem tudó művészete, időtlenséget sugalló állóképszerű bemutatása a nyugati behatolás előtti civilizációk érintetlenségét hangsúlyozta. Az ötödik világkiállításnak Bécs az 1867-ben létrejött osztrák-magyar monarchia fővárosa adott otthont 1873-ban. Ferenc József császár már az 1867-es Párizsi világkiállításról hazaérkezve neki látott, hogy uralkodásának 25. évfordulóját egy olyan eseményel tegye emlékezetessé, amely a világra nyitott és a világra figyelő közép-európai birodalmat mutat be a látogatóknak. A kiállítás mottója, a kiállító Ausztria meghívja az egész földkerekséget, egyszerre kívánta megerősíteni a monarchia nagyhatalmi helyzetét, és Berlinnel szemben elősegíteni Bécs világvárosi térnyerését azzal, hogy a világkiállítások helyszíneként London és Párizs után harmadik fővárosként vállalkozott egy nagyszabású esemény megrendezésére. A világkiállítást meghatározó témák közé tartozott az Arts and Crafts, képző és iparművészetet megújító mozgalom újító törekvéseinek bemutatása, amely a tömeggyártás helyett az egyedi míves tárgyak kidolgozására helyezte a hangsúlyt, és számos későbbi iparművészeti irányzatra gyakorolt komoly hatást. A világkiállításon fontos téma volt a műipari termékek nemzeti aspektusainak bemutatása, továbbá kelet értelmezésének és láttatásának kérdése. A mucuhító herceg trónra lépésével 1868-ban meghirdetett új japán uralkodói korszak, a Meiji, azaz felvilágosult kormányzás, külhoni reprezentációja volt a kiállítás. 1872. januárjában Henrik Freiherr von Kalis, az osztrák-magyar monarchia és Japán között 1869. októberében aláírt barátsági, kereskedelmi és hajózási megállapodás ratifikálására Tokióba érkezett és mint az osztrák-magyar monarchia első japán nagykövete adta át a világkiállításra szóló hivatalos meghívást a császárnak. A meghívást Japán elfogadta, s hamarosan előkészítő bizottságot alakítottak. Még 1872 tavaszán két olyan kiállítást is szerveztek Kiotóban és Tókióban, melyeken egész Japánból válogatott termékeket mutattak be. 1872. júniusában nevezték ki a világkiállítást előkészítő bizottság élére a szamuráj családból származó Sano Tsunetamit. Ő már az 1867-es Párizsi világkiállításon is részt vett, így tapasztalatból tudta, hogy a japán iparművészeti termékek iránt nagy érdeklődés mutatkozik nyugaton. Célkitűzésként ő fogalmazta meg a minőségi japán árufélék, különös tekintettel a kézműves termékekre külföldi bemutatását, amely az export fellendítését kellett, hogy szolgálja, továbbá a nyugati tudás és technológia megismerését, Japánba való átültetését, s mindezek nyomán iparmű kiállítások Japánban való megrendezését. Japán nagy összeget fektetett a világkiállítás előkészítésébe. Ösztöndíjakat hoztak létre az alkotók számára, és támogatták új, korszerű felszerelésű műhelyek alapítását. Az ösztönzés termékeny talajba hullott, hiszen maga Japán is igen nagyra értékelte a kézműves termékeket, Ugyanakkor kiváló stratégiának bizonyult, hogy a kézművesség lett a Meiji-kor elejétől Japán nemzetközi kereskedelmi védjegye. A világkiállításra két hajóval érkeztek meg a kiállításra szánt tárgyak. Az első hajó 1873. január 10-én indult el Japánból 500 tonna kiállítási tárgyal. A második hajó 600 tonnányi árut szállított. Sano Tsunetami vezetésével egy közel száz fős japán küldöttség érkezett Bécsbe. A küldöttségben többek között 41 diplomata, szamuráj hivatalnok, 25 mesterember, építőmesterek és kertészek, valamint 6 tolmács és külföldi tanácsadó volt. Az 1873. májusában megnyílt világkiállításon Japánból 4377 kiállító, összesen 6668 tárgyal és termékmintával szerepelt. A kiállítás hivatalos japán leíró katalógusa 25 nagyobb csoportba rendezte a látottakat. A katalógus és a kiállítás is ásványi anyagok bemutatásával kezdődött, majd fák, növények, termények kiállításával folytatódott, amit a vegyipar termékei, többek között különféle lakkok követtek. Végül egy teljes városi épület és berendezése, valamint egy parasztház és berendezése volt látható a kiállításban, makett formájában. A világkiállítási beszámolók tanúsága szerint a japán kiállítási területen viola színű krizantén mintás textillel vonták be a terek falait, és színes papírlampionokat lógattak fel. A menyezetről két nagyméretű templomi papírlampion függött le, amelyekre sárkányokat és más lényeket festettek. A bejáratnál a Nagoyai Vár déli tornyának hatalmas arany egy nőstény delfin fogadta a látogatókat, amelynek az európai leírások vallási jelentést tulajdonítottak. A hal széles fején támaszkodott, farkát feje fölé magasra emelte, és a japán kiállítás összefüggésrendjében a világi hatalmat a sógunátust jelenítette meg. Körülötte fémpadlóvázák és madarak álltak. Porcelánok és fémtárgyak sokassága, gravírozott, festett, lakkozott tárgyak, közel 340 laktárgy, különféle kézműipari termékek, papírárú töltötte meg a vitrineket. A falakon madarakat és növényeket, halakat és állatokat ábrázoló, Tús és akvarel képek függtek. Egy kisebb emelvényen páncélokat, fegyvereket és lószerszámokat állítottak ki. Bemutattak továbbá arany, ezüst és rézérméket, ezüst és elefántcsont tárgyakat, zománcozott edényeket, valamint gyerekjátékokat is. A világkiállításról szóló beszámolók rendszerint külön is megemlékeztek arról, hogy az egyik falon a kamakurai nagybudha lakkozott papírmaséból készített fejének két és fél méteres átmérőjű másolata vonta magára a látogatók figyelmét. A kamakurai nagybudha képe Feliz Beátó olasz fotográfus fényképéről, az első japán nevezetességek egyikeként vált ismerté az 1860-as évek végén a nyugati világban a szobor japán ikonjaként rögzült az európai tudatban. A buddhista szentélyek és építmények jellegzetességeit kívánták bemutatni a tókiói Tennoji szentély ötemeletes pagodájának négy méter magas másolatával, vagy a buddhista szentély makettekkel, harangokkal és füstölőkkel is. A sintóvilágát világát többek között Japán legjelentősebb Sintó központjának az Íze szentének makettjével, valamint a sintószentélyek szentélyek kiemelt jelentőségű tárgyaival, így tükörrel és karddal érzékeltették. Mindezeken túl Japán a szabadtéri kiállítási területen is bemutatkozott a világkiállítási terület keleti oldalán egy közel 4300 négyzetméteres japán kertet építettek fel, melyet fehér fakerítés fogott körbe. A kertbe egy kapunát lépett be a látogató, ahol szokatlan és ismeretlen mesevilág fogadta. Itt építettek fel egy sintó szentét a hozzátartozó tradicionális tánc és zenecsarnokkal, érzékeltetve, hogy Japán hivatalos államvallása a Meiji korban az Istenek útja a kamik tiszteletére és a császárkultuszra épülő sintó lett. A kertben két kis tó között bambusz híd ívelt át, és a sétautakat kőlámpásokkal szegélyezték, amelyben égő mécseseket elhelyezve, alkonyat után hosszú világító útvonalat rajzoltak ki. Ezen a képen Erzsébet királyné látható a japán kert bambusz hítján, hiszen ő is meglátogatta a japán kertet a japán kiállítás területén legyezőt és bambuszból és papírból készített esernyőket árultak, melyek nagy népszerűségnek örventek, majd minden látogató vásárolt belőlük. A kiállítási anyag úgy reprezentálta Japánt, ahogy ők a Meiji-kor elején meghatározták identitásuk alappilléreit, a sintóvallás, a buddhizmus és a világi hatalom jelképei kiemelt figyelmet és főhelyet kaptak a kiállításban. Ugyanakkor a termékek és termények válogatása a kortárs Japánt a modernizálódó kelet-ázsiai világot akarta érzékeltetni. Ezért vittek a korabeli japán ízlést megjelenítő tárgyakat Bécsbe, olyanokat, melyek az európaiak figyelmét és érdeklődését is felkelthették. Az iparosodás korai szakaszában járó Japán számos finoman megmunkált kézműves termékkel jelent meg, amelyek nem csak technikai tökéjük elejtették ámulatba a látogatókat, hanem a japán világ lényegét is meg tudták jeleníteni, és alkalmasak voltak az európai tömegtermelés vérfrissítésére is. A kiállított termékek és minták között számos magas művészi értékkel bíró egyedi darab is előfordult. Noha, a japán szemlélet nem tekintette őket művészi értékűnek a szó európai értelmében. A 19. század végén éppen a nyugati világgal való kapcsolatba lépés révén indult el a művészet fogalomrendszerének, a művészet értelmezésének, a képző és iparművészet szétválasztásának, a sorozatgyártás, a népművészet japáni felfogásának átértékelése, amely egy a nyugati szemléletmód ismeretén alapuló, de a japán sajátosságokat figyelembe vevő új felfogás kialakításához vezetett. A világkiállítás Japánnak hatalmas sikert hozott. Közel 200 díjat és medált nyertek a japán termékek, ami óriási ösztönzést adott a japán kézműipar kereskedelmének. A sikereken felbuzdulva alapította meg a Meiji kormányzat a tókiói székhelyű Kiryu Kosho elnevezésű kézműves termékek kereskedelmére szolgáló vállalatot, amely a felfokozott kereskedelmi érdeklődést volt hivatva kiaknázni az 1874 márciusában megalapított és 1891-ig működő cég egyszerre volt gyártó és kereskedelmi vállalat. Alapítói Gisuke Matsuo te a kereskedő és Wakai Kenzaburo voltak, akik mindketten megfordultak a bécsi világkiállításon. A legkülönfélébb anyagokból, bronzból, rekeszománcból, kerámiából, Lakból kívántak kiváló művészi technikai kvalitású tárgyakat létrehozni, ezért közel 60 kiváló mestert foglalkoztattak, köztük koruk olyan kiválóságait, mint Kozan Miyagawa keramikust, Ogawa Shomin lakmestert, vagy Suzuki Chokichi fémművest. De független művészeket is bevontak a cég munkájába, például a Tókióban dolgozó rekezzománc tárgyakat készítő Namikawa Sosukét, Hagyományos japán kézműves termékeket gyártottak bizonyos továbbfejlesztett technikákkal. A legkiválóbb művészekkel elkészítették a prototípust, amit azután mesteremberekkel sorozatgyártásba adtak. Így érték el, hogy az 1870-es és 80-as években a hagyományos kézműves termékek adták a japán export 10%-át. A forgalmazásba a kírjukósok hálsa cég fiók irodái is bekapcsolódtak, melyek 1877-től működtek New Yorkban, majd 1884-től Párizsban. A bécsi világkiállításon kiállított japán tárgyak nagyon kelendőnek bizonyultak. Egész Európa vásárolt belőlük. Számos múzeum, gyűjtő, üzletember gyarapította, vagy éppen vetette meg Japán gyűjteményének alapját ezekkel a tárgyakkal. Az angol Alexander Park Company az egész japán kertet megvette, minden kő és egyéb tartozékával, hogy Londonban ismét felépíthesse. A világkiállítás legfőbb hatása azonban abban mutatkozott meg, hogy Európa szerte felébresztette az érdeklődést a japán kézműves termékek iránt, és komoly ösztönzést adott a japán tárgyak gyűjtésének, mind a közgyűjtemények, mind a magángyűjtők körében. Különösen igaz volt ez az Osztrák-Magyar Monarchia múzeumai és gyűjtői esetében. A Budapesti Iparművészeti Múzeum épp úgy vásárolt japán tárgyakat, mint a Bécsi Múzeum für Angewandte Kunst, de a cseh magángyűjtők és múzeumok is ekkor rakták le japán gyűjteményeik alapját. 1873-ban a Magyarországgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumnak gyűjtemények vásárlására és gondozására, és egy javaslat ki is emelte a Bécsi Világkiállításon vásárlandó tárgyak beszerzései között a keleti agyag és porcelán áruk fontosságát. Azok Szántus János vett részt a magyar közoktatási miniszter megbízásából a vásárlások előkészítésében, aki 1869-70-ben Kelet-Ázsiában megvásárolta Magyarország első ázsiai közgyűjteményi kollekcióját. Idézem: Kész vagyok Önt tanácsommal támogatni a keleti tárgyak bevásárlásánál, írta a miniszter felkérésére Szántus 1873. augusztusában. Valóra vált a Bécsi világkiállítás előtt megfogalmazott japán célkitűzés, hogy a világ megismerje és keresse japán kiváló minőségű kézműipari termékeit. A Bécsi világkiállítás nyomán Japán maga is iparmű kiállítások rendezésébe fogott. 1877-ben nyitotta meg kapuit Tokióban, az Ueno Parkban az első nemzeti ipari kiállítás, és a 20. század elejéig 1903-ig még négy hasonló követte. Az 1903-as oszakai kiállításon Hopp Ferenc, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum későbbi alapítója is lelkesen vásárolt. Idézem: Főleg azért jöttem most is Japánba, hogy az oszakai kiállítást megtekintsem, és ám úti pénzem már fogytám volt, nem tudtam ellenállni a csábításnak, hogy gyűjteményem kiegészítésére sok mindent megszerezzek a szép dolgok közül, írta Hopp Ferenc. Összegzésül elmondhatjuk, hogy az 1873-ban megrendezett Bécsi világkiállítás a japán világkiállítási bemutatkozások sorában áttörést jelentett. Japán itt lépett ki saját jogán és saját felfogása szerint a világ elé. Az új Meiji kormányzat első hivatalos megjelenése volt a bécsi esemény, amely meghatározó módon formálta a közép-európai japonizmus történetét és fordulópontot jelentett Japán világban elfoglalt helye és kedvező megítélése szempontjából is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!